márciusban hóolvadás és az esőzések után a pusztákon kialakult belvíz az állatvilág számára, madarak számára mondhatni paradicsom. Szerencsére minden évben így van ez a szabadkígyósi természetvédelmi területen. Éppen ezért is lett ez a terület még 1977-ben védett, mert minden tavasszal, és hát amikor még szebb időket éltünk, és ősszel is meg tudott állni a víz, akkor ősszel is egészen kiterjedt vízállások uralták a pusztát, és ennek megfelelően a vándorló vízi madarak itt mindig szép számban jelentek meg. Most is ez van, hát március elejét írjuk, a vonulás az már megkezdődött, tehát a vadlibák, vadrécefajok megjelentek a területen, itt jelen pillanatban 1500-2000 körül van a vadlibáknak a száma. A gólyák is már megérkeztek, az első gólyát már lehetett látni. Igen, február 28-án láttam az első gólyát, ez nem jelenti azt, hogy megérkeztek a gólyák így nagybetűvel, mert ilyenkor még szokott lenni 2-3 hetes szünet van, hogy nem érkezik egészen hosszú időszakon keresztül egyetlen egy madár sem, de az is lehet, hogy a korai tavasz az korábban hozza a gólyákat, mint hogy jönni szoktak. Az biztos, hogy most is, ahogy itt állunk, lehet hallani a mezei pacsirta énekét, tehát a madarak már fel vannak készülve a tavaszra. A növényvilágot mennyire befolyásolja ez a belvíz? Ezeken a területeken a szikes talajok tartják meg magát a vizet. Azért nem tud leszivárogni a talajba a víz, mert olyan a talajnak a fizikai és a kémiai szerkezete. Nem kell azt gondolni egyébként, hogy ezek mély vizek, ezek 5-10, esetleg 20 cm mély vizek. Hogyha kisüt a nap és elkezd fújni a szél, akkor viszonylag ez a belvíz mennyiség ez gyorsan eltűnik a területről, nagyon gyorsan felszárad. És a növényvilág az évezredek során hozzá idomult alkalmazkodott ezekhez a viszonyokhoz. Nagyon speciális a növényzete a területnek. A természetvédelmi értéke többek között ez is fokozza, hogy ennyire különleges, tulajdonképpen tengerparti növényvilág él a szikes pusztáinkon. Az olvadáson és az esőzésen túl március hónapot mi jellemzi növény- és állatvilágban? Hát ahogy már beszéltünk arról, hogy a madarak szépen egymásra elkezdenek megérkezni, a csendes erdőből madárdalos erdő válik, ilyenkor a nász időszaknak a kezdetén területfoglalás zajlik, párválasztás zajlik, és az énekes madaraknál mindig madárdalban csúcsosodik ki, tehát zajos lesz az erdő, március második felében elkezd zöldülni a táj, és megjelennek azok az elsők és virágos növényeink is, ami kihasználják azt az első tavaszi napsugarat és azt az időszakot, amikor a többi növény még nem tornyosul úgymond föléjük. Tehát a kis talajon elfekvő növénykék, a veronika félék, a tyúkhúrok, az egészen aprócska kis lila, kék, fehér virágokkal elkezdik már akár otthon és az udvarunkban a gyepeket díszíteni. Így márciusban vannak-e valamilyen programok, esetleg túrák? Nemzeti Park folyamatosan minden egyes tájegységen szervezi a túrákat. Itt Szabadkígyóson a Gergely naphoz, ami ugye hagyományosan egy diák ünnep, egy diák önkéntes úgynevezett tanösvény takarító megmozdulást csinálunk, nem kell azt gondolni, hogy szemetes lenne a tanösvény, folyamatosan karban tartott tanösvényünk van Szabadkígyóson a nagyerdőben, de ilyenkor mégis az önkénteseket várjuk. Egyébként középiskolásoknak ez előny is, mert ugye a kötelező önkéntes óráikat akár a Nemzeti Parkra is igazolhatja, de 12-én várjuk, március 12-én a diákokat 9 órától a tanösvényünkre, meg is önkénteskedésre. A madarakon kívül tökéletes helyszín biztosít ez a belvíz a kéthétűek számára is. Különösen ez a tavaszi időszak nagyon látványos, ugyanis az egyik leggyakoribb kéthétünk a barna ásó béka, az a partosabb, magasabb területeken tölti a telet. Itt a falu határába, gazdasági épületek tövébe, az áp szántószerű talajokba fúrja be magát télire, és utána, amikor érkezik a tavasz, melegszik fel a talaj és melegszik fel a víz, akkor ezekről a magasabb területektől szépen elkezdenek leballagni több száz, több ezer, több tízezer barna ásóbéka, és ezeket a kis sekély felmelegedő vizeket keresik meg szaporodásra, petarakásra, és utána itt a kis békalárvák, ebihalak, ezek itt nevelkednek ezekben a vizekben, de vannak úgynevezett farkos kétéltőink is, gőték, a dunai tarajos gőte vagy a pettyes gőte is ezer szám szaporodik ezekben a vizekben. És hát ezek az állatok, ezek nyilván a saját ivadékairól gondoskodnak, a petarakás ezért fontos a számukra, de ugyanakkor táplálékul is szolgálnak rengeteg, de rengeteg madárnak. Tehát a gólyák is, akkor, amikor seregesen gyülekeznek itt, akkor általában a gőtéket, ritkább esetben a réti csíkot, ugye, mint a terület egyetlen védett halfaját, ezt is fogyasztják, és egészen nagy mennyiséget találnak ebből itt.